Ez a videó azoknak készült, akik legalább annyira rá vannak kattanva a hátizsákokra, mint én. Mi a helyzet? Nos, a következő a helyzet, hogyha hasonlítunk, akkor mindig nézed, hogy mi a legjobb mindenre is alkalmas megoldás. Tudod, az a hátizsák, amit akár minden nap magaddal tudsz vinni, akár munkába mész, vagy suliba mész, vagy csak lemész edzeni. Ha csak volna egy olyan megoldás, amivel el tudsz tölteni egy napot, vagy pár napra elutazni lazán, vagy elvinni az alap kamera, vlogeszközödet, vagy bármit, amit gondolsz. Vagy ha lenne egy olyan másik táska, amit tudsz magaddal vinni, amikor egy nagyobb produkció van, és pont nem fér bele minden a nagy kamerás táskádba, és kéne az az extra hely. Nézd, hogyha ez minden volt elég, hogy felkeltse az érdeklődésed, hadd próbáljak ki még egy dolgot. Szóval, mint egy szóló kreátor, úgy gondolom, hogy megtaláltam a legjobb kombinációt a mindennapos dolgoktól kezdve a nagy, durva produkciókon át. Meg fogom mutatni, hogy nekem mi ez a kombináció, ami működik a videó végén, úgyhogy mondanom kell? Jó, mondom. Nézd meg a videót a végéig. És még egy dolog, hogyha nem éltél mondjuk, nem tudom, egy barlangban, akkor feltehetőleg hallottál Peter McKinnonról, de nem csak róla, hanem a nagyon király kollaborációról, amit a Nomatikkal csinált, és megcsinálta a saját hátizsákát. Na, ebben a videóban pontosan meg fogom mutatni az új Everyday Backpack minden egyes elemét. Bemutatom, hogy hogy lehet pakolni, milyen anyagokból van, a slingbacket, a tech organizert, és a nagyon király Cube kis kocka szisztémát, ami egy teljesen más szintre emeli azt, hogy hogy tudod rendezni és tárolni az eszközeidet. Kész vagy? Előtte intro. Ma mindent is átbeszélünk a Peter McKinnon Nomatic Everyday Backpackről, és meg fogom mutatni, hogy mit találtam ki egy egyedi megoldásnak, hogy hogyan szabom teljesen személyre az összes eszközömnek a használatát, és tényleg egy mindenre is alkalmas dolgot tudok találni, ami mind emberként, meg mind egy filmesként is jó. De kezdjük az unboxinggal. Mehet? Mielőtt amúgy belevágunk, hadd kérdezzem meg, hogy te milyen táskát használsz, mi az, amit mindennapokra vagy a kamerádnak. Kérlek, írd meg kommentbe, ami amúgy a like gomb alatt van, ami hogyha tetszik eddig a videó, akkor nagyon megköszönöm, hogyha meg is nyomod és belájkolod a videót. Oké, szóval amióta az eredeti Peter McKinnonos hátizsákot megkaparintottam, mindent imádtam, majdnem mindent imádtam belőle. Egyrésztről túl nagy a mindennapos dolgokra, kettő pedig ugye oldalt ki lehet venni a kamerát, de azt igazából sosem használtam, és mindig örültem volna, hogyha lenne valamilyen jobb megoldás rá. Hiszen nem minden nap megyünk egy nagy produkcióra, filmezésre, nem minden nap utazunk. És pontosan itt jön a képbe az Everyday Backpack. Nagyon jól van felépítve, ugyanazt az anyagot használták mind a külsejére, mind a cipzárra is. Nagyon kemény, vízálló, és nagyon könnyen lehet belepakolni a mindennapos dolgokat, de még többet is. És ez csak a külseje, még nem is beszéltünk a nagyon király szisztémáról, ahogy be lehet pakolni az egyes dolgokat, és nem beszéltünk a kisebb slingbagről. És persze át kell, hogy beszéljük a kedvenc részemet, a Cube Systemet, a kis kocka rendező rendszert, ami szerintem a legdurvább funkció, de előtte gyorsan beszéljük át a funkciókat. 35 liter helyett az Everyday Backpack az 25 literes, és kettő ilyen kis mágneses tasakja van oldalt, amiben mondjuk vizet, vagy akár az állványunkat is rakhatjuk. Nagyon jó, kényelmes, tartó a pántja, és a hátán is el vannak helyezve ilyen szivacsok, tehát tényleg nagyon jó viselni, és van rajta egy olyan tartó, amivel a carry-onunkra rá tudjuk csúsztatni. Imádom. A cuccaink gyors elérése sose volt ilyen egyszerű. Végre. Megtartották a külső laptopos részt, de kicserélték az oldalsó kamera access-t, és egy felső részt alakítottak ki, amivel sokkal egyszerűbb elővennünk a kameránkat. A hátulján maradt, hogyha az egészet szeretnénk elérni, ami biztonságos és kényelmes is, és ott van a full access.
oda teheted be a mindennapi dolgaidat, vagy a fotós felszerelésedet, akár hordhatod kamerával, vagy kamera nélkül, és van egy kis mágneses ilyen nyitója, amivel a felső részt is, amit loftnak hív Peter, azt is el tudod érni, és akkor igazából a full access felső részből is tudsz mind a két rész között keresgélni és kivenni a dolgaidat, amit éppen használni szeretnél. A mindennapos dolgokra eddig egy Samsonite táskát használtam, ami nyilván nem fotózásra készült, de hogyha olyan utazásom volt, mindig ezt használtam, és imádom, minden baromi jó benne, csak valami hiányzott. Azt, hogy testre tudjam szabni, és bele tudjam tenni mondjuk a kamerámat biztonságosan. És pontosan ez az egy funkció az, amiért nagyon-nagyon királynak tartom az Everyday Backpacket. A kockákkal, elosztókkal, a különbözőképpen beállítható belső térrel tényleg végtelen lehetőségünk van. Hozzáadhatok egy vagy akár két kis kockát, vagy egy nagy kockát, vagy akár csak simán elosztókat, nagyobbra tehetem a loftot is, és nagyon könnyen tudom kiválasztani, hogy éppen mit szeretnék belerakni, és mindezt pillanatok alatt. A funkciókat még sorolhatnám, hiszen rengeteg kis zseb van rajta, ahova belerakhatjuk a töltőnket, aksinkat, vagy bármi, amit éppen szeretnénk, de mi az, amit még akarhatnánk ettől? És itt jön be a Tech Organizer, ami egy külön kis kocka, egy doboz, a tároló, amiben belerakhatjuk egy action camet, megint a töltőnket, vagy bármilyen kábeleket, amiket szeretnénk, és nagyon jól be lehet zárni, és tökéletesen illeszkedik az Everyday Backpackbe. Ugyanabból az anyagból van, mint maga a táska is, és rengeteg része van külön, amit cipzárral érhetünk el, vagy elosztók vannak, vagy becsúsztathatunk dolgokat, tudod, az ilyen kis apró dolgoknak. De amúgy használnád ezt, vagy ez csak egy ilyen marketinges overkill, ami azt az érzetet adja át, hogy úristen, ez instant get, és szükségem van rá, de amúgy a valóságban nem. Kérlek, írd meg a véleményedet kommentbe. És akkor most beszéljünk a Cube Systemről, a kocka rendszerről. Annyira imádom. Ez az, ami kiemeli a versenytársai közül, egyszerűen sehol nem láttam ilyet, hiszen az átlagos, vagy amit látunk hátizsákokban, kamerahátizsákokban, vannak dividerek, amik teljesen jól működnek, hogyha nem szeretnénk váltogatni, hogy éppen mit rakunk bele. De mindennaposan az, hogy szeretnénk cserélgetni, az egyszerűen csak túl macerás. És pontosan ezt oldja meg a Cube System, hogy bármikor kivehetünk és átalakíthatunk dolgokat. Például lehet, hogy van egy kis kockánk a drónunknak, vagy a vlogrendszerünknek, vagy van egy nagy kockánk, és vagy azt mondjuk, hogy kiemeljük és nagyobbra tesszük a loftot, a felső részt, és oda bepakolunk mindennapos dolgokat. És akkor oda rakod a kamerádat, más dolgokat pedig lejjebb helyezel. Ez a zseniálitása, és van még egy dolog. Az pedig, hogy ezeket a kockákat tárolásra is használhatjuk, és ott van a szekrényünkbe, amikor kell elővesszük, amúgy meg nagyon jól rendszerezi a dolgainkat. És pontosan ez az, amit imádok benne, hogy csak megfogom, és éppen amire szükségem van, azt viszem, vagy kint hagyom, és minden mást is tudok belepakolni, és már indulhatok is a dolgomra. De mi van akkor, hogyha tényleg nagyon kevés cuccot szeretnél magaddal vinni, csak a minimális dolgokat, mondjuk a kamerádat, és ez az, amikor a sling bag bejön a képbe. Annyira jól működik, hogyha csak gyorsan el szeretnél menni valahova, 8 literes és a legbasicabb dolgokat bele lehet rakni, vagy ahogy Meti szokta, snackeket. Team snacks, would you like a snack? Oh! This is what it's made for, the snack bag. Ez a király kis messenger táska ugyanabból a prémium anyagból van, mint a nagyobb tesói, és egy cipzárral tudod kiben nyitni. Van benne két rész, ahova tudsz pakolni, mondjuk egyikbe a kamerádat, vagy mondjuk a vlogolós állványodat, vagy mikrofont raksz, és a másikba pedig azt, amire éppen szükséged van, vagy lehet mondjuk memóriakártya, aksi, vagy egy action cam, vagy tényleg lehet, hogy snackeket. De hogyha szeretnél egy nagyobb állványt magaddal vinni, azt is meg tudod csinálni, ugyanis a kis táskának az aljára be tudod rögzíteni. Egy másik dolog, ami kiemeli ugyanúgy a versenytársai közül, és annyira idegesítő volt eddig, az, hogy ugye amikor kiveszed a táskából, csak így ide csúsztatod, és kiveszed a kamerádat, és szeretnél forgatni, hát az, hogy te utána becipzározd, az borzasztó nehéz. Próbáld úgy, hogy egy kézzel fogod a kamerádat, és úgy becipzározni.
borzasztó. Viszont van egy kis elasztikus madzag ebben a slingbagben, amit hogyha fogod a kamerádat, megfogod, és rá tudod a kvázi bezárni a táskát, és hátra rakod, fotózol, el vagy egy pillanatok alatt, és amikor befejezted a fotózást, akkor csak előrehozod a táskát, ami biztosítva volt eddig, berakod a kamerát, és akkor majd becipzározod. Ennyi. Tuti átjön, vagy legalábbis remélem átjön, hogy mennyire imádom ezt a rendszert. De vigyük egy szinttel tovább, és ha összekombináljuk az eredeti Peter McKinnon backpackkel és néhány pelikésszel, akkor a tökéletes ökoszisztémát megkapjuk arra, hogy egészen attól, hogy csak elmegyünk gyorsan a városba, vagy egy nagy forgatásra el kell vinnünk több nagy táskát, bőröndöt, hátizsákot, és mindent le tudunk kezelni ezzel a rendszerrel. Na most a kérdés hozzád azt, hogy hogy tudsz hozzáférni? Hogyha éppen Amerikába jársz, akkor nagyon egyszerű, mert el tudsz menni a Nomatikra, vagy amúgy meg lehet nézni az eBay-en is, hát ha van egy jó deal, viszont kb. Senki nem hallott arról, hogy a Nomatik létrehozta a Gomatikot. A Gomatik az kifejezetten az európai piacra készült, és a Focus Nordic nagyon király csapata forgalmazza, és akár te is ma meg tudod szerezni. És ennyi volt ez a videó, ez a Peter McKinnon Everyday Backpack. Hogyha szeretnéd tudni azt, hogy amúgy miket pakoltam bele a nagy tesójába az eredeti Peter McKinnon Camera Packbe, akkor nézd meg ezt a videót. Van benne pár krími bírról, de és hogyha szereted, hát nyilván kreátorok vagyunk, és érdekelnek mondjuk más bírólok, hogy azokat hogy vettem fel és milyenek lettek, akkor nézd meg ezt a videót. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor lájkold be és iratkozz fel, ha még nem tetted a csengővel együtt. Nagyon sok tartalom jön, nem csak ilyen review, hanem ahogy mondtam, elviszlek különböző forgatásokra is. Ígérem, nem fogod megbánni. Úgyhogy találkozzunk a következő videóban, mondjuk valamelyikben itt. Köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!